Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Tisztelettel köszöntöm tanárainkat, a szülőket és minden kedves jelenlévőt. Fogadják sok szeretettel tanár búcsúztató műsorunkat. Figyelem! A következő pillanatképek a komolyság megzavarására alkalmasak. A jelenetek megtörtént eseményekre alakulnak. Menjek, megnézem, ki az. Ő, csókolom. Üljetek le! Osztály papírt elő! Móri Csigmond életrajzából nézünk. Jó, tegyétek le a tollat. Kitette ezt? És a kilincs hol van? Itt a kilincs! Elagom, hogyha nem kell senkinek. Imányád a mélyek arddal, Istvár rendelés.
lássuk, mit jegyeztetek meg az előző anyagokból. Mikor volt a trianoni békeszerződés? Mikor volt az első és a második világháború? Akkor nézzünk valami olyat, amit nemrég tanultunk. Milyen volt a Kádár rendszer? Hogyan történt a rendszerváltoztatás? Ezt már biztos tudjátok. Az osztály rendkívüli tehetséggel adja elő a csendet. És mit olvastatok a nyáron? Én a Harry Pottert olvastam. Én a Lánya vonatont olvastam. Hát én olvastam a Szecsői tükröt. A diákok egyik kedvenc tantárgya a testnevelés, hiszen ott nem kell írni és tanulni, valamint játszani is lehet. Ennek csak az az egy hátránya van, ha a gyerekek, vagyis jobban mondva a fiúk többsége lusta elvégezni a feladatokat, és csak focizni vagy játszani akarnak. Nos, ekkor lép fel, hogy mit tehet a tanár. Egy kicsi mozgás mindenki rendel, a parasz szépen hajlap most fel. Ez a kis tornán néhány merti van, de tessék félni, senkinek se van. Lányok, lehetne jönni? Rendben, megyünk. Fiúk, kérem, jöjjenek, ma az ajtók zárultnak. Sziasztok! Kezdjük el két kör kocogó futással. Jó, ha ideérsz egy kör térdemelés. Egy kör sarok. Váljunk meg, mert ma Máté most le van izzadva. Jó, akkor álljunk egy tornasort, úgyis rég sikerült már. Jó, jó, messzire egymást, a kartávolság. Jó, nagy levegőket, bentről ki, kintről be. Bentről ki, kintről be. Rendben, egészségetekre. Ha jól emlékszem még, játszottam egy gitáron. Neked szólt a dal, de jött egy nagy vihar, és eltörött a gitáron. Az élet ment tovább, és néhány jó barát veled együtt segített. Jó napot! Jó reggelt! Na, mivel úgyis erről tanulunk, hallgassunk még egy korabeli zenét. Ez lehetne a Luffy felengedő zenénk. Ja, persze. Ugye, már mindenkivel megtörtént, hogy egy másik nyelven kellett volna megszólalni, információ kérés vagy adás esetén, esetleg csak egy egyszerű kérdésre válaszolni egy szembejövő embernek az utcán, vagy talán egy külföldi utazás során kellett volna megszólalni. Valószínűleg az is megesett már, ha nem is mindenkivel, de sok emberrel, hogy pont akkor nem jut eszébe egy szó, de talán még az is, hogy valamit rosszul ejtett ki, túlságosan is rosszul, de nálunk az is megesik, hogy a számokat magyarul olvassuk, majd folytatjuk tovább az angol szöveget, valamint néha a magnóban lévő megharcolódott emez miatt egy elég vicces szöveg alakul ki. Nem.
a tanár, én most csöndben voltam. Igen, csöndben voltál. Good morning, children. Good morning, miss. Nyissátok ki a Students Bookot a 42. oldalon. 4. oldalon is, tanár. 42. oldalon, Máté. A kettes szöveget fogjuk meghallgatni Magnón. Yesterday was such a good day. Tina and I decided to go eating, ting, 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 ting. Na jó, inkább hagyjuk. Márk, olvas, légy szíves. Yesterday was such a good day. Tina and I decided to go eating some delicious chocolate with our friend. Jaj, Márk. Tanárné, most jó voltam. Igen, Márté, most jó voltál. Hólára jöttem, meg kell maradnom. Good morning, miss. Igen, Domonkos? Tanárnő, jönnek az UFO cicák. Jaj, Civik, meg az UFO kutyák is. Sajnálom, tanárnő, nem tudok sokat angolul, de legalább azt tudom, hogy legalább. Ennyit mondtam válaszul. No, miss, azt nem lehet. Most jöjjön a tanulók másik kedvenc tantárgya, a rajz, vagy oktatási rendszer szerinti néven vizuális kultúra. De néha előfordul egy-két gond itt is. Ha rajzolni kéne, az a baj, ha pedig festeni, akkor természetesen mindenki rajzolni szeretne inkább. Így történt az is, amikor a fiúk más feladatot csinálhattak. Festeniük kellett. Ezzel csak annyi a probléma, hogy a tempera használat a 8. kis fiúk számára nem ajánlott, ugyanis megesik, hogy avatárnak képzelik magukat, és többé testé kerül rájuk, mint a papírra. Ki gondolta volna, hogy már megint a 8B-s fiúk? Vannak tipikusan olyan emberek, akiknek rengeteg dolguk van. Rendszergazdák, idefutnak, odafutnak, edzéseket is tartanak, és talán még kémia tanárok is. Egy ilyen felnőttnek valószínűleg papírmunkája is van, melyet a nagy rohanásban elhagyhat. Szerencsére vannak olyan jótevő angyalok, akik megszállják, és a fontos papírokat utána szállítják. Csak sajnos a csomagolás nem mindig a megfelelő. Ezt vidd már vissza, légy, ezzel nem megyek a 8B-hez. Ez több ciki. Oké, bár szerintem ez nem ciki. Való, gyere ki a táblához. Tudod, hogy anyát felhatalmazott. Jó leszek. Nem baj, azért gyere ki. Na, sorolj fel szénhidrogéneket. Mi ez a szénhidrogén? Hát például az egyik azt fejezi ki, hogy fogsz elballagni. Okosan. Nem igazán erre gondoltam. Na, osztály. Után. Így van, ülj le, Való. Most nem írom meg egyet. Ti nyissátok ki a könyveteket a 21. leckénél. Ki szokott olvasni? Fannika, szeretnél? Nem. Akkor olvas. A szénhidrogének a 4 alapelem közül csak szenet és hidrogént tartalmaznak.
A legegyszerű szél. Itt egy burok, itt egy tű, kiszúrok, és ő meg fog szólalni. Nerina, könyörgöm, szólalj már meg! Miért nem kommunikálsz velem? Szétvágódik az elolvadt fém, az acetilén, meg az oxigén, keveréke lángraló. A fizika a diákság körében nem tartozik a beszantárgyak közé, ezt be kell vallanunk őszintén, de ezzel azt hiszem nem is mondtunk újdonságot. Viszont azt sosem mondtuk, hogy a tanárnőt sem kedveljük, mivel ezzel nagyot hazudnánk. Kedves tanárnő is bevallotta egyszer, igaz nem szóban, de a táblán igazán jól látható nagybetűkkel, hogy 8B, the best class ever, amit még egyszer igazán köszönünk, na és persze egy igazán jó poén sem maradhatott el, ami természetesen éppen a fizika anyaghoz illett. Tanárnőnek tisztelettel jelentem, az osztály létszám egy hiány 20. Köszönöm, üljetekre! Annyira szeret minket? Hát igen, nagyon. Mi is magát? Jól van, gyerekek. Ma a fényterjedésről fogunk tanulni. Na de azt tudjátok-e ám, hogy én átlátok a falon? Nem. Na figyeljetek. Jaj! Persze gondol négyzer. Felesleges ugrálsz, a föld nem enged téged. Ne tess, megmarad a nyugalomban. What? Egyenletes vonalú, egyenletes mozgásban. Mindaddig még más test mozgás állapota. Ki nem kényszeríti, hogy megváltoztassa. Ez volt a tehetetlenség törvény. Nevettek? Semmi. A fizika tankönyvben a 30. oldalán találtunk egy jó pasit. Üljek hozzátok, hát szinte az apátok lehetne. Hát én a 20 évesekre bukok. A testre ható erő és a test általi gyorsulás egyenesen arányos. Most egy igazán különleges találmányt adunk be, méghozzá nem más, mint a pontozási rendszert. Ez elsőre kicsit bonyolult, és kicsi sok információ, de ne aggódjanak, ha valaki nem ért elsőre valamit, annak elmagyarázzuk még egyszer, hogy teljesen világosá váljon minden. Ha nincs vihar, de jön a sors, meg a bors. Az orrom alá, ez ugye ez a bors.
úrnak tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 19, hiányzom 4. Köszönöm. Gyerekek, ma a pontozási rendszert fogjuk átvenni. Tavalyról nem emlékeznétek rá. Hány pontot is kap, aki figyel órán jegyzetel és csöndben is van? Lilla? 5-öt. Pontosan, és mennyit, ha csak figyel, de nem jegyzetel? 3-at azt hiszem. Mi az, hogy azt hiszem? Azt hiszem, aki semmit nem csinál, de legalább csöndben van. Lilla? Mennyit kap az, aki figyel és jegyzetel órán? 5-öt, de ezt már elmondtam. Szóval mennyit kap, aki figyel órán? Vagy aki semmit nem csinál? -2-t. Nem, -3-at. És mennyit kap az, aki semmit nem csinál, de legalább csöndben van? Lilla? 0-t, vagy 1-et, nem tudom. A kutya kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? A bevetés, beveszi sejtemet a nevetés, ez ám a nem várt születés. Egy kicsit fújtok, hogy ennyi csak a hinnak és személyek illet megalapozott. Most már csak egy emlék, a nem lét, a plazma gazdag, holnap a tét. De nem tudom, hogy a híme, a hámom és mire jó, a kromoszóma szám. Na, itt állt az első szlájd. Miért nem jó a dia? Hát, haladj a korral, a 21. században mindenki így mondja. Na, az pont-pont-pont vércsoport Ázsiában alakult ki. Stella? Afrika! Rendben. Míg a B pont-pont-pont Ázsiában a legjellemzőbb. Stella? Afrika! A legfiatalabb az AB pont pont pont, mely pont 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 évvel ezelőtt alakult ki. Stella? Afrika! Rendben. Ki mit se sejt? Ki tehet a sejt, aki mit se sejt? Ki tehet a sejt, aki mit se sejt? Biztosan mindenki szokott hangosan gondolkodni, hadarni és közben egyre hangosabban beszélni. Így megy ez Detti nénivel is, amikor próbálja magával egyeztetni a dolgot versenyekkel és kompetenciórákkal kapcsolatban. A szavak már összefolynak, és újak jönnek létre, miközben nyelve hihetetlen gyorsasággal pörög, és igyekszik levegőt szűrni.
gyerekek, mai órán is felmagoló viselkedésért fogunk tanulni. Például nem beszélünk órán. Vagy nem nevetünk órán. Na, Imi, te mit hiszol? Tanár úr, maga mit hisz róla? Megszagolhatom? Persze. Most már örül? Igen. Akkor jó. Kimentek vécére? Igen, de nehogy belerépj a WC papírba. Megint. Hiszek az álmomból egy életen át. Létezik a nyírból, Bade, warten ul. Bade, ruhe hast du auch. Na jo, maja das öttes. Most pedig idézzük fel alsós emlékeinket is.
során rengeteg rend és egyházi szerv született, és létezik még a mai napig is. Azonban a világ számára ismeretlen, ám a 8. évfolyamnak jelentős szerződés rendje a Csabársen, melynek megalakulását most már tegyünk. Testvéreim, attenzione! Pre alé! say
Szevasztok! Beszéljük meg a bogácsi tábor házirendjét. Minden táborozónak a saját kőházában kell aludni. A lányok nem mennek át a fiúk szobájába éjszaka. Éjszaka senki nem megy át a másik házába. A fiúk saját ágyukban töltik az éjszakát, nem pedig a fürdőszobában. Nincs átjárás. Szerintetek már elég késő van? Elég késő van, hát már biztos alszanak. Bence, család, jöhettek? Sziasztok! Mizu van? Hello! Semmi. Tök jó volt a sapán. Ja, jó elfáradtunk. Tehát ez az úszóveste, hát folyamatosan sík volt. Aztán lecsúsztatok az ilyen UV-t. Azon csúsztam végig, az jó volt. Ja, jó. Egyszer ki is estem bőle. Gyertek vele. Menjetek a fürdőbe! Ők már biztos alszanak. Velük már nem lesz gond. Jöhettek, már elmentek. Jól hallottam? Ez egy ajtónyitorgás volt? Hát ti? Csókolom. Menjen mindenki vissza a saját szobájába, feküdjön le a saját ágyába, holnap megbeszéljük az ügyet. Awesome!
Kedves pedagógusok, kedves intézményi dolgozók! Szeretném megköszönni a szülők és a gyermekek nevében, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönjük Önöknek, hogy gyermekeinket éveken keresztül tanították, nevelték, nem kevés türelemmel. Fogadják szeretettel csekély ajándékunkat, elismerésünk jeléül, és kérem Önöket, hogy vegyenek részt az ezt követő kis állófogadásunkon. Végezetül még egy kérésem lenne, szeretném, ha együtt vonulnánk át a külön terembe, ezért várják majd megjelzésemet. Köszönöm. Szeretnék kérni. Kedves Andi, külön szeretnénk neked megköszönni, hogy szabadidőd egy részét ránk fordítottad, hogy ez a műsor létrejöjjön, és még ha az idegeiden is táncoltunk, mégis kitartottál mellettünk. Fiúk, gyertek be! Szeretnénk egy kis hangot összeni. E la pioggia che scende ti promette della felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità. 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 E un bicchiere di vino con un panino la felicità. E lasciarti un biglietto dentro ti assento la felicità. E cantare due voci quanto mi piace la felicità. Felicità. Come un pensiero che sa di felicità. Tévedés történt, mert a fiúk lehet, hogy összekavarták, hogy egy üveg bort, nem tudom, kinek adtak oda, és ki nem kapott. Ki kapott? Minden rendben van, mert kis kavarodás volt itt most. Úgyhogy ennyi, és akkor szeretettel a könyvtárterembe szeretnék átvinni benneteket, Önöket.